Évről évre egyre nagyobb Nyíregyháza autós forgalma. A növekvő járműállomány nem csak azért kedvezőtlen, mert dugókat idéz elő, de a levegő minőségét is jelentősen rontja. Jövő hét szerdán remélhetőleg érzékelhető lesz a forgalom csökkenése. Akkor lesz az Európai Autómentes Nap. A családi programok főszervezője a Zöld Kerék Alapítvány, melynek elnöke a Városházán tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a mozgás köré építik a Kossuth téri programok tematikáját. A kerékpáros programoké lesz a hangsúly, a bringasuli, az például arról szól, hogy kerékpáros ügyességi pályán, tehát stopptáblával megismerkednek a gyerekek körforgalommal, valamint kreszteszt és részeg és drogos szemüveget is be tudjuk mutatni. Az autómentes napot immár 20 éve rendezik meg Európa városaiban. Tavaly Nyíregyházán a rendezvény a koronavírus miatt elmaradt, 2019-ben azonban Magyarországon már közel 300 település csatlakozott a kezdeményezéshez. Úrich Attila alpolgármester arról beszélt, a legfiatalabbak környezet tudatosságának hatalmas szerepe lesz a jövőben, erre fókuszálnak Nyíregyházán is. Itt vannak 2050-i klímavédelmi tervek, itt arra megy az autógyártás, hogy egyre több elektromos autó legyen, hogy a légszennyezettséget csökkentsék, Nyíregyháza fákat próbál ültetni, minél több kerékpárutat kialakítani, hogy legalább hétvégéken a családok, hogyha szeretnének biztonságosan közlekedni, akkor ezt alternatív közlekedési eszközzel is megtegyék. Ezért volt a CNG busz beszerzés, ezért épülnek a körforgalmak, hogy egy adott területen a légszennyezés minél kevesebb legyen, tehát kell egy olyan terv, meg kell egy olyan társadalmi segítség is, mivel ez egyedül nem megy, ahogy mondtam, ami ezt hosszú távon segíti. A kerékpározás, a futás és a gyaloglás egyre inkább a nyíregyháziak életformájává válik. Az önkormányzat városfejlesztési és városüzemeltetési osztályának vezetője azt hangsúlyozta, az ehhez szükséges infrastruktúrában jelentős fejlődés volt tapasztalható az elmúlt években. Az autómentes nap az mindig egy figyelem felhívás volt az elmúlt években is, de arra hívja fel a figyelmet azzal együtt, hogy nyilván nem tudják letenni egyik pillanatra másikra a lakók a autóikat, de legalább minél több embert tudjunk arra buzdítani, hogy szálljanak át egy másik járműre, akár kerékpárra, akár buszra, autóbuszra, akár gyalogoljanak. Én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben elég jól áll a város, tehát nagyon sok olyan fejlesztés történt, ami segíti ezt a történetet, hiszen a kerékpáros haladatunk elég szép, tehát ki kell menni, csak a városba körbenézni, és nagyon sokan kerékpároznak. A jövő hét szerdai esemény a résztvevők kerékpáros felvonulásával, majd egy sorsolással zárul, ahol négy bicikli és egy elektromos roller is gazdára talál.